A vér emelkedett homocisztein szintje a szív- és érrendszeri betegségeknek a hagyományos kockázati tényezőktől független rizikófaktora, amely a betegségek kialakulásának előrejelzésére és a kockázat felmérésére is alkalmas. És hogy pontosan hogyan? Nos, erről dr. Várhalmi Miklossal beszélgetünk. A szív- és érrendszeri betegségek alapvetően rendszerbetegségek, és mint ilyen népbetegség is Magyarországon. Mi az, amit tehetünk ellene, hogy ez ne így legyen? Van erre javaslata? Igen, nagyon sokféle dolgot tehetünk a szív- és érrendszeri problémák ellen. Természetesen elsősorban az életmódra kellene gondolni, mint hogy a műsor is életmódi. Műsor címe is utal Igen. rá, ugye? Tehát lényegében az étrend és az életrenddel, ha törődünk, akkor már sokat tettünk. Ha nem sikerül megoldanunk ezzel az életmód kérdéssel, akkor erre rá kell, rá lehet, és rá szükséges lehet rá segíteni. Hol van itt a szerepe a homocisztein-eknek? Igen, ez egy új irányzat ebben a szív- és érrendszeri kérdésekben, nem ismert még annyira. Ez a megfelelő sejtműködéshez szükség van egy megfelelő homocisztein szintre. Miklós, akkor arra kérem, hogy az életmódi néző számára foglalja össze, hogy miért fontos, hogy megfelelő legyen a homocisztein szint a vérünkben? Azért fontos, mert ha magas a homocisztein szint, akkor százféle betegséghez kapcsolódó problémánk lehet. És hogy hogyan tudhatjuk meg, hogy megfelelő, alacsony vagy éppen magas ez a fajta szint a vérünkben? Elsősorban úgy tudhatjuk meg, hogy csináltatunk egy vérképet, amiben lekérjük a homocisztein szintet. Mellékesen, ha a koleszterin és cukorszintünk magas, akkor már a helyzet gyanús arra, hogy a homocisztein szint is magas. Tehát alapvetően ebből, és még külön abból a tapasztalati adatból, ha volt a családban Alzheimer-kór, demencia, Parkinson-kór, magas vérnyomás és különböző szív- és érrendszeri probléma, akkor sajnos esélyesek vagyunk, hogy mi is közel kerülünk ezekhez. És akkor a megfelelő homocisztein szintet be tudjuk állítani a vérünkben különböző vagy egyfajta étrend kiegészítő segítségével. Ugye rengeteg lehetőség van a boltok polcain, mi alapján választjuk ki a tökéleteset? Én azt javaslom a nézőknek, hogy keressék a gyógyszertárak polcain, vagy épp a gyógynövényszaküzletek polcain azt a készítményt, ami tartalmaz betaint, B6, B9, B12 vitamint, krómot és terminália cebulát. Nem is hallottam még egy kicsit róla. Új, igen, és ezeknek az összetevőknek az szinergikus együttes hatása okozza azt, hogy a homocisztein szintet meg lehet előzni az emelkedését, és ha magas, akkor le lehet csökkenteni ezekkel a készítményekkel.